Csak az édesanyámat akartam, mindennél jobban szerettem volna vele lenni. Kislányként Carmen Velázquez nagyon vágyott anyja szeretetére és védelmére, mostoha apjával szemben, aki gyakran bántalmazta. Mindig csak azt reméltem, hogy egyszer odajön, megölel, és azt mondja, hogy vége, te a lányom vagy, én az édesanyád leszek, és majd együtt átvészelünk mindent. De a drog- és alkoholfüggő anya Dorothy egyértelműen csak fájdalmat okozott lányának. Még akkor is eszméletén kívül volt, amikor a 9 éves Carment mostoha apja megerőszakolta. Miután befejezte, befutottam a szobámba, magamra zártam az ajtót, és csak szokogtam. Szinte egy hétig csak sírtam, mivel tudtam, hogy valami olyat vettek el tőlem, amit soha, de soha nem lehet visszakapni. Nem leírható, de éreztem, ahogy valami elhagy. Egy évvel később Carmen Salt Lake Citybe menekült, ahol ruhákat lopott és kocsik alatt aludt, amíg rá nem jött, hogy a prostitúcióból meg lehet élni. Nem volt hová mennem, de abban biztos voltam, hogy haza semmiképp sem megyek. Szökés miatt letartóztatták, és 3 évet ült a fiatalkorúak börtönében. Miután 16 évesen kiszabadult, visszaengedték anyjához, aki belevitte a kokainozásba és a drogkereskedelembe. Egyáltalán nem anya-lánya kapcsolat volt, csupán üzletről volt szó. Egyik éjjel, amikor éppen crack kokaint szívtak, Carmen egyszer csak rángatózni kezdett, majd összeesett. Akkor odaugrottam és felkiáltottam. Istenem, ne! Inkább az én életem vedd el, ne az övét. Nem ismertem Istent, de mégis akkor az ő nevét hívtam segítségül. Mikor Carmen végre magához tért, Dorothy is akkor kezdett ráeszmélni. Csak azt hallottam, hogy Jézusra van szükséged, Jézusra van szükséged. Akkor még nem ismertem Istent, de ahogy meghallottam a hangját, felismertem őt. Azt mondta, élet vagy halál, válasz. Ezen az éjszakán Dorothy átadta életét Jézusnak. Carmen azonban még a függőség csapdájában maradt. A következő éveket börtönben töltötte, és senkit, még anyját sem engedte közel magához, hogy Istenről meséljen. Utáltam azt, akivé váltam, és utáltam az állarcot is viselni, viszont akkor kiderült volna, hogy belül mennyire összetört és zavarodott vagyok. 2007-ben, amikor Carmen újra a rácsok mögé került, elhatározta, hogy beiratkozik egy bibliaiskolába. Ugyanolyan emberekkel találkoztam, akik hasonló problémán mentek keresztül, hanem rosszabbakon. Elmesélték, hogy Isten hogyan avatkozott be, és mentette meg az életüket. Itt éreztem már, hogy tényleg változtatnom kell. Változni, vagy bele fogok halni. Ezen fellelkesedve Carmen elkezdte olvasni a Bibliát és válaszokat keresni a kérdéseire. Pár nappal később, mikor a szabadon engedésére várt, erőteljes halálfélelmet érzett. Úgy éreztem, ha most elmegyek, meg fogok halni. Kiabálni kezdtem, hogy Istenem, én élni akarok! A legjobb az egészben az volt, hogy éreztem minden bűntudatot és szégyent legördülni a vállamról, amiket addig hordoztam. Megszabadultam abban a pillanatban, megszabadultam. Elmondása szerint teljesen elmúlt minden függősége, és azonnal át is adta életét Jézusnak. Úgy sétáltam ki a börtönből, hogy közben azt énekeltem, én Isten gyermeke vagyok. Szabadulása után visszatért édesanyjához, aki Krisztusba vetett hite által már képes volt szeretni őt és gondoskodni róla. Végül mégiscsak visszakaptam őt, igazi anyává vált, végre megölelhetem, megpuszilhatom, szerethetem, végre az én anyukám. Azért imádkozom, hogy Isten szeretete töltsön be, és ahogy Isten szeretett engem, én is úgy tudjam ezt Carmen felé sugározni, mert nagyon szeretem. Carmen jelenleg rabok felé szolgál, betöltve egy ígéretet, amit a börtönből kifelé jövettett. Ahogy elhagytam a börtönt, még nem is igazán tudtam, mit beszélek, de megfordultam, és azt mondtam, még visszajövök. És nem a kezemen, lábamon megbilincselve, ahogy ez korábban megtörtént, hanem az evangéliummal. Jézus Krisztus örömhírét fogom bevinni.